拉的什么东西啊？哎呀，真疼！咋这么倒霉呢？那走。哎。现在很多人对这个大车啊都很害怕，在路上的话都尽量躲得远一些。你觉得这个行业的话，大家对这个东西会有什么偏见啊，或者说是误会吗？哎呀，经常的事了。有时候打比方走着走着，你可能前面修道了啥的，你不知不觉的你可能变了一下道，一个小车他感觉你在别他了，超上你的车，开开窗户指着你就骂，你也是没办法，也啥也，你有啥办法呢？看我们村有个人也是在开大货车的，就出了交通事故了。我媳妇儿就离我家住的还不远，你知道吧？我媳妇儿就给我打了个电话，晚上她说谁谁去世了，出车祸了。当时也给我震惊一下，当时我心里也是就特别震惊，你知道吧？因为平时还得偶尔在一块歇着啥呢。后来我媳妇儿就跟我说啥呢？他说你要非干的话，你一定要就是困了千万别开车，一定要得慢点小心着点。我说不干不行啊，不干咱干啥呢？是不是家里边两个孩子也等着花钱呢？他说你反正是你一定要得注意安全，因为这个家里有你才是家。当时我眼泪啪啪就下来了，我知道现在我说这句话的时候我的眼泪就没有意识的这个眼泪啪啪就往下掉，你知道吗？哥，还拜拜。Van a gúnyató gyerekek, de nem bírtam tovább nézni ezt az intrót. Annyira szépen szóló volt, amit mesélt ez a kínai ember. Főleg akkor, amikor emlegette ezt a kis izét, tudjátok. Úgy 2 perc körül. Na jó van, gyerekek. Mit meg nem teszek, értetek? Hát mit meg nem tesz, értetek, Keeper Papa? Hát leástam az internet bugyraiba, a legsötétebb bugyraiba, a Dark Webre, és ott találtam ezt a játékot. Ezt a kínai játékot, igen, ez egy kínai játék. Lefordítottam a címét angolra, vagyis magyarra. És mit találtam? Mi a címe? Mi az Indigo Fine-nak a neve? Heti-2verő.exe. Gyerekek, egyszerűen ennyi. Ennyi, ez a játék. Nézzük meg egyáltalán, hogy mit mutat nekünk ez a játék. Ó, várjatok, elnézést, még valamit ki kell eszközölnem, mivel nagyon sajnos, nem tudod állítani a hangerőt a játékba, úgyhogy én nekem itt most bele kell másznom itt ugye, a Windows-os beállításokba, és akkor itt szépen le kell húznom a hangerőt, vagy pedig nem fogtok belőlem semmit hallani, mert olyan ordinári hangos egyébként maga a játék, bocsássatok meg, ilyet egy kicsit azért följebb tornánszom, mert azért vannak itt olyan hangeffektek. Például meg kell említenem a kínai GPS-t, kínai nő GPS-t, amiből igazából olyan túl sokat nem hallasz, vagy értesz, jobban mondva, viszont annyit beszél, hogy az őrület. Na, gyerekek, szerintem vágjunk bele a lecsóba. Először mutatok nektek egy settings-et, mert igazából egy RTS2-verő játéknak a settings, a beállítások is már nagyon sok mindent elmond. Egyébként igen, ez a játék, ez kínai játék, kínai belpiacos játék. Gyakorlatilag... mint a kínaiak, ahogy szoktak, mindent lemásolnak. Hát lemásolták gyakorlatilag az LTS2-t is. Saját országukon belül lehet kamionozni. Olyan távolságok vannak, gyerekek, hogyha végig tudod ülni azt a több ezer mérföldet, amiket ki lehet választani, akkor gratulálok. Na, de ne rohanjunk előre. Ezt nézzük meg a nyelvek tekintetében, hogy állunk. Hát igazából van német, francia, 2 kínai nyelvjárás, hogy nem tudom mi ez, és van olyan, hogy English név, English. Egyébként az egész játékra így elmondható, hogy valószínűleg egy olyan
ember fordította angolra, aki nem annyira bárja az angolt. Úgyhogy nagyon érdekes fordítási bakik vannak benne, viszont nézzétek, milyen felbontási lehetőségek vannak. Körülbelül 3000 fajta, és 640x480, 640x480, jelzem, nem tudom, hogy van-e olyan készülék, ami még azt a felbontást támogatja, úgy körülbelül én ugye a doszos időkre emlékszek, hogy akkor volt ez a QVG-el talán, vagy nem is tudom, fejjel felbont, abban is tudod futtatni a játékot. Hallod? Igazából szerintem egy krumpli vagy egy mikroszitőn is elfut, na, de vágjunk bele akkor a lecsóba, ígérem, hogy nagyon tanulságos lesz. A játék annyira nem szar, mint amennyire hiszitek egyből. A kínaiak azért megcsinálják a maguk hülyeségét, de valamikor egész jól sikerül nekik. A single player mindenképpen egy új... Új gyerekek ez a zene. Várjatok? Kicsit lejjebb halkítom, nekem ez... Ez őrület. Jó, egy filovar, 13-asra, jó? Oké, na srácok, akkor meg kell adnunk a nevünket, akkor legyünk mondjuk Changli, vagy nem tudom micsoda, és ki kell választani a rendszámunkat, ami már itt meglepő, mert kínai írásjel kell, nem tudom, ilyen asztalon egy torta, egy szál gyertyával, meg legyen mondjuk Kamin Keeper, és legyen mondjuk 5 szám, az meg legyen 69. Elvér, de 6, jó. Changli, confirm. Oké. Okay. Confirm. És itt írja ugye, hogy 0 órát játszottunk, 120 ezer pénzünk van, nem tudom miben van megadva, kínai kopejkábú vagy mi a franc, az ott hivatalos pénz, nem. Van nekünk egy darab járművünk, ugye lehet vásárolni járműveket, és nincsen megcsinált questet. Csapjunk bele a lecsóba, gyerekek. Amit látjátok, már milyen érdekes, hogy egy ilyen kamion húzza a viszi gyakorlatilag a százalékát, hogy mennyi. Igazából ezt szerintem a izét akarja. A kínai kommunista köztársaságnak az iparját próbálja így reprezentálni, hogy 63%-nál meg kicsit megdöccentünk, mint a töltési képernyőn, amit itt látjátok itt a kamionnál, de rögtön megyünk 100 és több. 100% és még a fölé is most esetleg. Egyébként olyan kamionmárkák, itt a képen is látjátok, olyan kamionmárkákkal fogunk találkozni, és automárkákkal, hogy elképzelni nem tudtok, nemhogy még elhiszitek, hogy az a valóságban is létezhet. Opa! Nagyon jó, gyerekek! Csusuk a jégen, itt mit szerintem már fékezünk, a gazdaság próbál fékezni, hát aki... Mert igazából az összes kerék blokkol van, de még mindig halad a cél fele. Igen. Ez az. Wisong-ho. Igen, üdvözölt minket szerintem a GPS, hogy nem tudom mi történt. Hát nézzük meg a beltért, mint első ilyen szembeötlő dolgot. Hát igazi kínai anyagokból készült műszerfal. Az a jó kis kopogós műanyag, kamu hangszórólács. Gondolom nem fém a nyitókülse. Ó, ezt oda nézzetek, ez az embléma, ez mire emlékeztek, hogy mi ez, gyerekek? Kaméleon 2. Van egy váltónk, amiben nem is tudom hány fokozat van, 6 fokozatú váltó, manuál klíma. Csodálatos, gyerekek, nézzük, mit akar még a játék tőlünk. Azt mondja, hogy le kéne szállítani Zinámba speciális trading postra a cuccot, igen, vast, de lehet mozogni, F6-tal, oda néz, gyerekek, micsoda kocsisort ide csaptunk magunk mögé, egyébként tényleg kíváncsi vagyok a járműparkra, ott, oda nézzetek, ott megy kettő riska, vagy riksa, és visz egy-egy malacot, várjál, hogy lehet ezt eltüntetni, meg kell nézni, hallod, viszi a disznót, tesó. Tükörben nézzétek majd így. Azt a mekkora disznó, bore! Vitte a disznót a plató, hallod? Meg gondolom a kopi, ott meg egy robó, kettő robó. Ott is jön a disznóval, ne gyerekek! Hordják a disznót! Ne, cseszék ki, figyelj el! Hallod? Föl van a koca a platón. Na, mit lehet csinálni? Press 1, 2, az a kamera nézetek. Oh my god, gyerekek! Ott van a izénk, ott van a rendszámunk.
Kár, hadd fogok, illetve hadd fogok, beszarsz. Nagyon jó. És még fel van festve az autó platójára is. Egyébként ezt Kínában láttam, hogy baromi nagy betűkkel így ráfestik a izraimra. De viszont ezek a malacok, gyerekek. Hát ha megindulok, nem fogtok eldőlni, mint a dominó. Oda nézz a BMW testvérem, hallod? Micsoda autópark. Oda nézz BMW. Nem tudom mi. Ott van egy amerikai izé, egy ilyen, mint a taxi volt régen azok a Fordok. Ott van egy Lancer Evo, ott megint egy BMW busz. Gyerekek. De hova tűnt mögülem az autópark, mert... Igazából az előbb, mint a többen lettek. Ó, na mindegy. De viszont milyen jó a grafika, gyerekek. Hát ez csoda, ez nagyon jó. Várjatok, induljunk meg. Nyomunk egy... Kapaszkodjatok, dikaz. Na. Nem, jó, nem potyognak. Le, de szerintem belső... Ne, mentő, hallod, és izé, és villog. Hallod? Hát megvett ez a játék. Kilor, ott egy mi az? Ott egy Mustang. Vagy Camaro, vagy micsoda, hallod? Ne vicceljél! Gyerekek, ez a játék megvett kilóra, hallod? Na jó, már nekem menni? Vagy ja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 j
婆呀，欢迎来到天目山指南村，这里被誉为华东最美古村落，江南秋景的代表。指南村坐落于临安东天目山路太湖源头南韶溪之滨，距离杭州市区80公里。每年秋天，漫山遍野的红叶竞相绽放，美不胜收。十月份一定要记得来指南村看一看。Jó, gyerekek, szerintem ezt egy kicsit azért erőtessük ezt a hangerőt. Chingo Kang, King Kang elmondta, hogy merre kell menni, gondolom, vagy nem tudom. Ez szerintem a GPS lehet egyébként. Speed limit 50 km/h lehet menni. 29 km-re kell vinni. Hallod? LTS 2-ben alapban kellett vinni a legelső pályán egy 29 km-re, az soknak számított. Jó. 9:53 van. Jó a gyerekek. Küldjük neki testvéreim az urba. Olyan, viszik a gumikat, pore. Gondolom tele lesz a játék izével. Hamis cuccokat kell szállítani. Nike pólót. Hamis iPhone-t. Ott is vitték a izéket, disznókat. De hallod, melyik játék az, ami azzal indult kapásból, hogy disznókat kell vinni? Egyébként ne gondoljátok azt szerintem, hogy ez egy paródia. Ez kína, bazze, ez kína, hallod? Örüljél neki, hogy nem izéket. Tikokat kövinni első körbe. Menjünk gyerekek. Egyébként a táj az nem csúnya. Sőt, ellenben szép van, fű. Így le van rohadva. Szóval, hogy sok szó. Gyerekek, aki tudja esetleg ezt a mandarin dialektust, vagy nem tudom milyen, az nyugodtan írja meg, hogy egyébként. Jó, köszönöm szépen a tájékoztatást. Remélem nem hangos egyébként a játék annyira, hogy halljátok a Keeper Csengőbongó hangját. Mi van? Már meg kellett volna nézni egy-két dolgot, várj, valahol félreállok, csak ilyen szerpentines úton emberek, mert jön egy kamion, aztán letipor. Egyébként nem tudom, van-e fizika játékban, mert ugye RTS 2-ben mármint olyan fizika, hogy a járművek, meg a NPC-k, mármint a nem playeres járművek, azok mennyire viselkednek jól. Mert ugye például RTS 2-ben marhára nem viselkednek sehogy, hanem mint a beton. A kriptonit azok úgy állnak, mint Katiba a gyerek, hogyha neki mész. Kíváncsi lennék, hogy itt mondjuk egy nagyobb géppel is félre lökheted-e a dolgokat. Egyébként mit magyarázhat? Cheng Hang Su, jó. Túlléptem a sebességhatárt, szerintem az. Figyelj, 50-re lehet menni, várja. Megint túllépjük. Nem azt mondja. Jó, de ide is értünk, gyerekek. Hát ez a 29 km, ez Kínában lehet, hogy ez is kisebb. Mint a pöcsük. Ja nem, várja, ide félre állok, eljön meg. Behúzom a kéziféket, meg akarom nézni a izét, mondjuk a térképet. Az igen. Na, itt vagyunk, ugye, hát ez kapásból egy zsákutcaszerű, de ez a zene, úristen. Várjál, ez Kína, ugye? Igen, valószínűleg, boho. Nem kicsi. Pingnan tartomány, meg... Mi van? Ott egy sziget, hallod, lehet kompozni akkor ezek szerint. Mert ugye itt út nem vezet. De ott a kikötőbe ki lehet menni. Mi van már? Mi van már, gyerekek? Ó, oda nézd, ez meg ilyen nagyon is sűrű lakott. De hallod? Ekkora. Ekkora a bab, gyerekek. Nem aprózták el, hallod a kínaiak.
Szerintem itt a távolság az ilyen 1000 kilométerekbe mérhető, ugye? Hát ez körülbelül Kína nagyobb, mint egész Európa, úgyhogy mit képzel, de úgyhogy oké, hogy egy ország van most lemodellezve, jó, vegyünk. Vegyünk testvéreim. És kívülről meg sem néztem ezt a csodálatos járművet, várjál. Ó, nagyon király a gyerekek. Hát ez a jel, ez valami kaméleon akar lenni, de? Úgy nem rossz. A grafika különben élhető. Szép, kicsit tényleg egy ilyen kis ázsiai beütésű. Ugye elvállalunk valami más hovart is, ezt persze be, megpróbálunk elmenni. Na most ilyen hegyekben vagyunk, majd nem tudom hol, az érdekelne, hogy máshova is lehet-e menni. Jó, ide kemidni? Modidi az. Opa. Modidi. Na. Soroppó, oké, okay, oda kövődni te. Megjöttünk, mare! Ha vannak a csinkcsángok. Meghoztuk a résztájt. Jó. Enter. Na. A kargó az nem volt más, mint a malac. Ugye? Várjál, melyikkel küldteti el az üvét? Egy. Kargó az volt malac. Nem tudom, 900 akármi. Zinámba hoztuk, itt majd a Covid itt majd elindul. Itt jön majd a delevér, megcsíti a malacot, aztán jön. 1,2 per 3 tonna, az mi? Attól függ, rendőrnek mit mondunk? 1,2 van, hogy biztos úr, közben meg 3, vagy hogyan van ez, nem tudom. 6 darab malacot hoztunk, gondolom. Aha, ja, hogy ezért kell ide hozni? 10-et kell hozni, és 6-ot hoztunk, vagy mi ez? Azt hiszem. Le lehet pakolni automatán, easy-n, meg hard-on. Gyerekek, moré! A hard az milyen? Lehet, hogy le kell izéli hajtani őket? Vagy mi? Ráverek a seggére? Vagy meg szállja az oszla rángatom? Hát legyen a hard gyerekek! Adjál neki! Várjál, külső nézet, more. Jó, igen. Oda ki be kell állni. Ott meg le kell hajtani őket. Ott a dobozba bele kell rakni, vagy nem tudom. Tényleg mi az a hard? Egyébként nem rossz az irányítás, kicsit fura. Kicsit tudjátok miért fura? De most már rájöttem, figyelj! Meddig tart áttekerni a kormányt egyik oldalról a másikra? Jaj. Figyelj. Most kezdem. 1, 2, 3, 4. Egy ilyen 5 másodperc halad áttekerni, úgyhogy ilyen hirtelen mozdulatot akarsz csinálni, akkor ne csináld, mert nem fog menni. Ott meg mi történik? Ott megy egy jó. Bár lehet, hogy nincs benne szervó, aztán csávó álló helyzetben nem tudja olyan gyorsan tekerni. Nem tudom egyébként. Mindjárt majd nézzünk egy izét, egy eszket, hogy van-e valami opció még itt. Mint tudom, karrier lehetőségek akármi. És nem jól álltam be, és nem fogadja el, baszt. Ne, nem akarom, hallod? Ez a hard. Nem igen rúg a verd a gyerekek. Olyan lassan reagál, hogy ezt nem hiszitek el. De várjál. És azt nem mondd, hogy nem vagyok benne abban a nyomorult izében. Na most. Jó. T-t kell nyomni. Oké. Okay. Értitek, kis szék, ha ez ikó, meg vitorlás vagyok. Megtapsoltak minket, Nick! Na. Oké. Okay. Ennyit kaptunk, 1007 pénzt, 29 km, és 1 óra 29-8 percet tettük meg, jó hosszú ez a videó. És itt van, hogy mennyi üzem vagyok, igen, és mennyit, jó. Mi az a free drive? Ja, csak azt tudom nyomni. Jó. Jó, oké, okay. Szuperek vagyunk, gyerekek. Annyi, hogy... Na, eszképet akartam megnézni, még vannak itt. Áttekintés! Itt van, hogy mennyi pénzünk van, gyerekek. Hány... Mi ez? Ez micsoda? Hány kilométert tettünk meg? A nulla. Tehát repültünk eddig, de mindegy. Hány járművünk van? Hány questet csináltuk meg? Mennyi időt vezettünk eddig? Jó. Garázs. Különböző járművek itt lehet venni. Gyerekek, ez olyan hangos az, hogy a rohadjál meg. Ez betyáros, gyerekek. De szerintem ez figyelj, ez az egész hangerő. Na mindegy, jó vagy, legyen így. Legyen így. Mi van itt? Garázs, na. Milyen járműnevek? Oda nézzetek. Zowu. Longba. Qing Niu. Menji. Jingwei. Sient, Quilin,
Gyerekek, ez igazán ismertek. Ott gondolom egyébként ilyen nagyon ismertek. De ezt hogy lehet unlockolni? Hogy kell ezt? Ja, el kell menni a izébe, store-ba, hallod, ahhoz, hogy azt megvedd, ugye? Aha, jó. Ja, és oda tudsz izé navigálni is, de gondolom nagyon drága, hol van a pénz? Hallod? Nagyon jó, questek. Ó, itt vannak a questek, gyerekek. Hogy most vagyunk mi Zihánba, és itt van, hogy miket tudsz csinálni. Oda nézd. Ó, oh, adja. Ez mi ez? Ez időre megy? Az, ez meg volt. Mi az, hogy volt? Izé, játék alkatrész. Tüzelíts ki, nagy póló. Várjál, nézzük már körül. Várjál, itt mi az, hogy csak ez a jármű van? Nézzük meg máshol mi van. Máshol ugyanaz. Ja nem, jaj, rosszat csomtabb gyereke. Mindegy, hát innen tudunk vinni, gondolom. Nem, hát nem akarok. Várjál. És ez hogy lehetne? Meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk én 1000 kilométerre akarok vinni valamit? 100 kilométer? 993 kilométer? Ez, hallod? És még csak a map közepe. Dik? Hallod, gyerek, várjál. Ezt figyeld. A... Ez Korea, nem? Nem oda lehet lemenni? 5000 kilométer, gyerekek! Hát halljál meg, hogyha ez végig tudod, meghalsz. Úristen, hát ne 5000 kilométerre vigyük. Diót is, meg igazából akármit vihetsz, akárhova. És ezt mennyit fogok kapni, érte? 3300-at? Ez nem erős. De figyelj, így is 3300-at, hogyha... Ja nem, az az értéke a kargónak, aha. De ezt nem vágom. Na jó van, mindegy, akkor vigyünk valamit valahova. Mondjuk ide. Vagy, várjál? Csinklik vagyunk, igen. Nézzük már még, mi van még, settings. Jó. Kringniau! Ez mi? Kringniau! Kringniau! Jó. Jó van, oké, gyerek, nem hülyeskedem el, ígérem. Na, szerintem oda beállok, aztán jó lesz az neki. Ezt a izét, ezt a verdát le kéne cserélni már. Hú, de lassan fordul át, hallod? Na, mondom, már van, nem tudod visszaszedni időben a kormányt. Jaj, menj már! Oké, enter, és akkor megint ugyanaz, de jó. Na várja. Hogy kell elfogadni? Én ezeket tudom ezzel szállítani, gondolom ezzel a járművel. Mi az a non-stop? Van biztos. Figyelj, vigyünk ilyen hot alkatrészt, mondjuk. Mondjuk, merre menjünk? Menjünk a izé fele, menjünk a... Van itt egy sziget, arra marhára vagyok, el vagyok. Taipei. Ah, de jó, hallod? De akkor ez nem csak Kína, vagy Taipei az Kína, úristen, hallod, földrajzból egyes! Figyelj, orientálódjunk arra, jó? Ezt így elvállalom. Oké. Okay. Autoload, loading area, vagy give up? Figyelj, hallod, alapban feladhatod. Tudod mit? Arra sem viszi el a Logitech izé, copy kormányokat, nem viszem sehova. Jó, és megvan, hogy hányan vihetsz, nem? 16-ot vihetnél. Loading arra. Chongqing Ho, de figyelj, hallod, igazából nem egy olyan nagy kaland fölpakolni. Én azt hittem, hallod, most ennyi erőben van autoload, meg az, hogy loading arra, és akkor oda mész, és ennyi. Mert ha targon számba föl lehetne rakni, akkor azt mondom, hogy adjál neki is annyi. De, ne! Dallod, mekkora dobozban vannak a kormányok? Jó van, na, tudom, hogy sok van benne biztos. Beszart! De különben tök jók az áruk, hallod? Ez Kína, gyerekek! Nézd a francba, de hallod? Szedi! Na, még mindig nyomom, fordulj ezt a mocskos kormányt! Nem tudom, hallod, őrület. Na, merre kell vennék? Hallod, ezen kéne állítanom, mert meg fogok vadulni. Jó, talán. Apli. Aha, jobb. Jó van, jobb. Jó. Egyes gomb, belső rédedik. Vagy kettes gomb. Egyes gomb a külső, kettes a belső. Nehogy olyan egyszerű legyen. Na! Csaptuk neki, gyerekek! Most már nem a disznók röpögnek, hanem izé van. Vagy neki. Egyébként szerintem ide is be lehet menni, ahol jelzi, hogy nem lehet. Csak ugye, most nincs.
Egyébként 50-re lehet itt menni, de nem tudom miért az ilyen lakott területnek. Jó, ne dubáljál. Ízébe kell vinni Fujiang E-Commerce Logistic Center. Logisztikai centrumba, központba kell vinni, gyerekek. Hallod, ez nagyon megy lefele. Azt a betyár. Jajajaj. Nem tudom, mi lesz, ha ütközök. Úgyis megfogjuk. Nem akarok szándékosan, mert úgyis fogok amúgy is. De egyébként nem rossz a gép, hallod? Lefele megy, az 50-re lehet menni, hallod, 90-re hasítók. Satú! Bazzeg! Na most mi történt? Ójjaj! Gyerekek, az meg egy izé? Oppa, neki mentem, odébb löktem, hallod? Neki mentem, odébb löktem! Eskü azt is! Ó, nincsenek lebetonozva a gépek. De most egy kicsit baj van. Hallod, ez a rutpatka fölvenni, úgy lehet, de ez nagy akadály neki. Hallod, ez nem egy erőgép. Te hallod, mennyi föl innen, vagy valami legyen már veled? Hallod, az útpatkáról levegyük le, mert megbolondulunk szerintem. Várja ezt a kormányt, ezt át kell állítani, mert vadul meg a képer, esküszöm. Na, most. Aha, most jó. Mi volt az eddig? Jó, oké. Mi volt az eddig? Hallod? Nem? Egyszer nem tudtad izélni. Jó csán! Sikerült kiadni az útpatkáról. Na, itt a BMW. De mi az a chance út? Szerintem gyorsan megyünk, nem? Sose. Figyelj, megint gyorsan megyek, megint betörpé. Nem. Akkor mégse az volt. És meg úgy rángatja a kormányt, mint az idegbeteg. Itt van a Lancer Evo, gyerekek. 10-es Evo. Fesztelünk, gyerekek. Jó van, oké, összetörnek a kormányok. Jó van, túl gyorsan megyek, gondolom, azt mondod, nem érnek el. Ne? Léci? Vagy mi ez? Jobb kanyar, bal kanyar, mint a Raliba, vagy mi? Jobb izé? Közép meg ilyenek. Merre kell menni? Azt mondd inkább. Most hol vagy, nem tudom. A balra, jó. Remélem változik a táj, mert nem azt mondom, hogy döglött, de már kezd ilyen izé epilepsziarómom lenni. Oda nézd, már két sávos az út, vagy ilyen izé van, ilyen elválasztó. Már 60-nal lehet menni. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Van trafifax? Oda nézz a busz. Feketére le van fújva a szélvédő. Nem lát ki a dolgozó. Úgy látom, itt a disznókat erőszeretettel cipelgetik. Egyébként nem akarok neki venni semminek, de lehet, hogy össze fog jönni, de... Az irányítás most meg túl gyors. Mennyivel jönjünk? 83, még belefér. Az meg remélem, nem van ködve az a rakomány ott előttük. Ne, megállás nélkül beszél az a kínai, nem tudom mennyire zavaró. Még vissza van 144 kilométer. Jaj, megakadt a játékba az. Csak szó. Nem merek előzni itt. Három kerekük is kotla. Tök jó. Ilyet is lehet venni aztán. Menjél már, bazze. Hallod, neki menjek. Bazze, ezen a szerpedőre nem lehet előzni rendesen, de itt meg kiúzatjával volt tudnék. Megpróbálkozzunk. Kagyarba. Jó, van, Csinghang szó. Mondom, ha gyorsabb megyek, akkor írja egyébként szerintem. Nem, menjél már. Hallod, kicsit ilyen autóverseny feelingje van ennek. Ott is vitték a nagy hízódisztót. Ajaj. Jó, jajaj. Van egy olyan érzésem, ezt leszorítottam az útról. De miért megyünk ilyen lassabb mindenhol? Menj már! Le lehet menni offroadozni vajon, gyerekek, szerintetek? Mert vannak ilyen nagyobb nyílt területek. Kíváncsi lennék, hogy le lehet-e menni. Jó, végre lekanyarodott, jó van. Attól félek, hogy egy ugyanilyen döglött táj lesz egész végig, bár ott a sziget környéken csak. Nehogy már. Jó, hát izébe megyünk, 90-kel. Előzzük.
Ezek meg ilyen Ford, mint a régi rendőrautók ugye Amerikában, vagy a taxik, nem? Milyenek voltak? Iha. A rakományt össze lehet törni meg a járművet, mert ugye azt hiszem, hogy várja, állja meg. Van itt ilyen, 98% láttam? Aha, és quest. Figyelj, mi ez? Hagymát lehet vinni, meg veszélyes rádióaktív hulladékot. Járművet is lehet, kocsit hallod, lancere volt, meg nem tudom mi ez. Covid vírust. Ez mi? Ez micsoda? Hallod? Ezek a királyi nevek? Beszarsz, bazzik. Azaz. Változik a táj, nem? Egy nagyon enyhén. Egyébként. Nem, küldöm neki 108-110 gyerekek, hallod? Nincs trafipax, tényleg? 123. Úristen, ez nagyon megy. Ha! Gyerekek, rendesen így a térugrást hajtunk végre. Itt a valac előttük. Azt a város, ne! Gyerekek. És még vissza van 110 kilométer. Még 4 másodperc, 3, de jól meg van csinálva, tetszik. Figyeld, a malac, hello, szevasz testvérem. Bazzeg, akkor a játék, gyerekek. Komolyan mondom. Optimalizál, van, nem igen van. Mert aztán úgy néz ki, mint egy ide, egy hányás. Csávó keresztbe áll az út közepén, figyeld az autóval. Ott a... Mi van? Figyeld. Megfenek lett. És van kamera. Ő nem erre kell volna jönni, bassz meg. Volt kamera, nem tudom mi történt, de rúgva verd a gyerekek. Ajjaj. Hát így is el tudunk jutni biztos A pontból B pontba. De lehet, hogy nem így kellene. Jaj, gyerek, álljál meg, Sanyi. Valahogy össze fog törni a gép, nem? Egyébként... Ajj, pont egy rendőrautón, mi? Már kijöttek a mentők, vagy mi történik? Ajjaj. Várj, F2, elvileg az valami mentőjármű, nem? F2... Nem lehet? Aha, enter. Mentés, megtörtént, úristen. De hova víz? Ez nagyon tölt. Ez kivisz a világból, gyerekek. De most fékezzek ez a kamion, úristen. Egy kicsit ma... Hűha, ez nem lett jobb. Így mentettek ki minket? Komolyan? Ez tényleg? Ja, lehet, hogy ugyanabban a pozícióban mentett ki. Van, még egy F2 nyomunk. De lehet, hogy nem tesz jót az a pénzügyeknek, ugye? Aha. Sőt, hol vagyunk most egyáltalán? Hol vagyunk? Legközelebbi városba berakott? Aha, legközelebbi városba, gyerekek. Jó, hát ez örülök neki. Nem. Ez oda rakott minket, ahova vinni kell. Abba a városba rak, ahova vinni kell. A cuccot? Ne szórakozzál. Csak az a nagy baj, hogy ez ugyanabban a pozícióban rak minket, ahogy voltunk. Hát ez így elég érdekes egy játék. De ugyanabban a városban berak minket, ahol... Várj, és hogyha ezt a mission-t leadom, nem tudom. Hát érdekes, tudom. Jó, bocsánat. Várjál. Nem tudok elvállalni egy küldetést? Várjál. Mondjuk valami nagyon messze. Mondjuk Taipeibe. Sőt. Nem tudom. Várjál, valami nem stimmel. Igen, kezdek kiborulni. Lehet, hogy nem annyira jók a dolgok itt. Nem annyira állunk jól.
Ó, hogy rohagy meg. Hogy lehet ezt a küldetést? Ez a küldetés még megy egyáltalán? Megy, hogy kell? Give up. Aj, de jó. Jó, megtörtént. Feladtuk a küldetést, oké. Okay. Nézzük egy másikat, ugye? Tudom már elválni. Egyáltalán hol vagyunk most megint? Ne, oh. Hol vagyunk, gyerekek? Miért nem mutatja? Itt vagyunk? Itt vagyunk, ugye? Ja, így nem lehet küldetést elválni, de jó. De én szeretnék innen kijutni. Nem akarom, hogy... nem akarom, komolyan mondom. Jó, újra kezdjük. Ne! Csak izére lehet kilépni. Ne! Audio setting, de jó. Van ilyenünk. Ó, de jó. Na. Nem lehet ki... Fixé van. Mentünk egyet. Semmi, nem. Nincs olyan opció, hogy... Hallod? Áh! Rohadj meg! Nem lehet járművet venni, vagy valamit nem tudok kitalálni most, hogy... Áh, nem hiszem el, megőrülök, gyerekek. Ez mi van? Itt nem tudok rákattolni, és akkor valami történik. Itt egy S4 garázs, aha. Itt lehetne járművel venni, ugye? Akkor mégiscsak. Store-ba lehetne unlockolni. Semmi opció. Jó van, gyerekek, hát ez befélelt az első gépnél. A disznószállító szimulátor. Nem tudom, hogy akarjuk-e mi ezt egyébként ezzel játszani. Írjátok meg, hogy szerintetek van ebben valami, mennyi, akármennyi potenciális, hát nem tudom. Tényleg, írjátok véleményt, hogy mégis mit gondoltok erről az egész szörnyetről. Sziasztok, jók legyetek!